adomány a kórházi dolgozóknak, jót tett az eső a kertekben, általános iskolai beiratkozás, kalauzra támadt. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. április 20-án 18 óra 5 perckor. Életmentés másként elnevezésű adománygyűjtő akciót hirdetett a karcagi Kátai Gábor Kórház dolgozói számára a Tiszatavi Keresztény Polgári Kör. A felhíváshoz nem csak a kistérség cégei csatlakoztak, hiszen érkezett adomány Bodrog Keresztúrról, de Hollandiából és az Egyesült Államokból is. A Tiszatavi Keresztény Polgári Körrel, ha jól emlékszem, körülbelül egy olyan 2,5 hete voltunk itt, és akkor szembesültünk azzal a hatalmas nagy energiakivétellel, energiafelhasználással, amivel ezek az orvosok gyakorlatilag a mi életünkért küzdenek. És feltettük magunkban azt a kérdést, hogy vajon mivel tudnánk hozzájárulni az ő kitartásukhoz, az ő lelkesítésükhöz. És kidolgoztunk egy olyan programot, aminek azt a nevet adtuk, hogy életmentés másként. Mi is részt akarunk vállalni az életmentésbe, de nem úgy, hogy mi magunk végezzük az életmentést, hanem azokat erősítjük, akik az életet mentik. És a lelküket szeretnénk támogatni, erősíteni ilyen kis üzenetekkel. Gyakorlatilag 700 kis szívecskét hoztunk, amin valamilyen bibliai biztató üzenet található. Minden munkatárs, orvosok, egészségügyi munkatársak, az őrök, takarítószemélyzet, mindenki fog ebből részesülni. Másik oldalon pedig egy egészségmegőrző csomagot is állítottunk össze, ami salátaöntetekből, salátákból és almából áll. És van egy ilyen energiacsomag is, amiben csoki, kávé, tea, cukor, édesítő, méz, mindenféle ilyen édesség van, amikor megállnak egy pár percet kicsit pihenni, ezzel fel tudnak töltekezni. Fantasztikus örömünk van, hiszen egy nemzetközi összefogás lett ebből a helyi összefogásból. Hollandiából érkezett adomány, több kiló, azt hiszem, hogy 30 kiló kávé, édesítőszer, édesség, teja érkezett hozzánk. Amerikából érkeztek támogatások, és Magyarország teljes területéről érkeztek hozzánk. Tehát ez nem csak a nagykunságról szól, hanem egy nemzetközi összefogásán nőtte ki magát. Nagyon büszkék vagyunk az adományozóinkra, de legfőképpen büszkék vagyunk azokra az orvosokra és egészségügyi dolgozókra, akik szinte nappal lát éve az életet mentik. Több mint 400 kilónyi adomány gyűlt össze, 1 millió forintot is meghaladó értékben. Nagyon szépen köszönjük, mindenfajta adományra szükségünk van. Én szoktam mondani, hogy a itt dolgozóknak nyilván a köszönet nyilvánítás és pár jó szó, ez mind lelkileg, mind fizikailag segíti tovább a munkájukat. Én nagyon örülök neki, hogy, és ők is nagyon örülnek neki, hiszen eljutatjuk, minden adományt eljutatunk a dolgozóinkhoz, hogy így a lakosság így kifejezi a háláját. Az utóbbi időben ugye beindultak az oltópontok is, és az oltópontokra is érkeznek olyan adományok, hogy tényleg mi magunk meglepődünk, hogy megköszönik az emberek a munkánkat. És nagyon örülök neki, hogy tényleg az egészségügyben dolgozók felé a hálát, a köszönetet így kifejezi a lakosság és a ellátásban résztvevők, illetve azt igénylők. Illetve hát azok is, akik az ellátásban nem vesznek részt, de valamilyen úton, módon látják, érzékelik az intézményben dolgozók leterheltségét, és ezt próbálják jobbítani, segíteni, és ezért nagy-nagy köszönettel tartozunk feléjük. Sokszor nem csak az anyagi jellegű, anyagi természetű adományok számítanak, hanem az a fajta közösségvállalás, az a fajta szolidaritás vállalás, amit a társadalom így tud kifejezni az ápolók, az orvosok és az egészségügyben dolgozó személyzet számára. Nélkülözhetetlen a munkájuk, ők vannak most a frontvonalban, az ő odaadásukon, az ő munkaszeretetükön is múlik az, hogy mennyire sikeresen tudja venni az ország az előttünk álló kihívásokat, mikorra sikerül kordába szorítani a járvány terjedését, és mikorra sikerül a szövődményeket olyan mértékűre leszorítani, hogy a halálozások száma is jelentős csökkenést mutathasson. Az is nagyon fontos számunkra, hogy az egészségügyi rendszer ellátó képességén
és a személyzeten a gazdaság újraindításának egy szelete is múlik. Tehát én érzékelem, hogy ők ezzel a felelősséggel tisztában vannak, hogy az odaadásuk semmit sem csökkent, sőt, még kitartóbbak és még erősebbek lettek. Megacélozta őket az elmúlt 13 hónap, amit már magunk mögött tudhatunk, és reméljük, hogy egyre kevesebb van előre, egyre kevesebb van az, és most már az erdőből kifele tartunk, ahhoz, hogy a gazdaságot is kellő átgondoltsággal, kellő körültekintéssel, de újra tudjuk indítani, legalábbis azokat a szereteit, amik lelassultak vagy leálltak, ilyen a turizmus, a vendéglátás és az idegenforgalom. Nagyon szeretnénk, hogyha az ebből a területből élőknek a sorsa is hamarosan rendeződhetne, hiszen a megyében is családok tízezreinek múlik a munkája, a megélhetése azon, hogy ezek a szektorok mikor tudnak újraindulni, mikor tudják a munkát újra felvenni az emberek, mikor a telnek meg a vendéglátóhelyek és a turisztikai kínálat vendégekkel, és mikorra lesz olyan szintű a biztonsági érzet, hogy a lehető legnagyobb odafigyeléssel, körültekintéssel, de igénybe vehetőek lesznek az itteni kínálat elemei. A személyes jelenléten is nagyon sok múlik, hogy hogyan tudjuk még az anyagiakon felül, vagy a tárgyi adományokon felül kifejezni azt, hogy osztozni szeretnénk abban a teherben, és legalább arra az időre, amíg át tudjuk venni az önkéntes munkával a dolgozók munkáját, beosztását, addig legalább az ő pihenésüknek is egy picit nagyobb teren nyílik. Hiszen látjuk, hogy 0-24 órában végzik a munkájukat, fáradhatatlanul ünnepnapokon is, és ez az oltás felvételéhez is, és a betegek ellátásához is nagyon szorosan kötődő önkéntes munka, amit városunk és megyénk és a térség országgyűlési képviselője is már felvállalt. Én büszke vagyok arra, hogy az ő munkatársuk és harcostársuk lehetek, és hogyha ezzel tudunk hozzájárulni a munka, az egészségügyi munka sikeréhez, akkor ezzel, de minden lehetséges eszközt meg kell ragadnunk. Az orvosi eszközöket, takarókat, fertőtlenítőszereket, kávét, teát, csokoládét, üdítő italokat, gyümölcsöket ma ünnepélyes keretek közt adták át az egészségügyi dolgozóknak. Magyarország és az egészségügy az elmúlt évtizedek legnehezebb feladata előtt áll és közben van. Gondolom már inkább már a járvány vége felé járunk. És az egészségügyi dolgozók megfeszítve emberfeletti munkát végeznek, és hogyha akár egy jó szóval, akár önkéntes munkával, akár adománnyal tudjuk az ő munkájukat segíteni, akkor segítjük az egész országot, hogy minél hamarabb túl legyünk ezen a járványon, ezen a vírusjárványon, és fontosnak tartjuk, és azt látom, hogy a társadalom is fontosnak tartja, hogy oltakozzon, segítse a vírus elleni küzdelmet. Múltkor védőfelszereléseket hoztunk, védőruhákat hoztunk, most több édességet, csokoládét, egy kicsi örömforrást, hogy a nehezebb időszakban, amikor az energia elfogy, akkor egy kicsit tudják pótolni. Én azt gondolom, hogy példamutatóan viselkedik az ország, példamutatóan teljesít az egészségügy. Én azt gondolom, hogy büszkék lehetünk Magyarországra, és büszkék lehetünk a magyar egészségügyre. Igazából mindenki várja már az oltást, mindenki várja a szabadulást ettől a vírus helyzettől, és mindenki örömmel várta azt, hogy védettséget szerezzen a vírussal szemben. Örömmel jöttek, gördülékenyen zajlott az oltás. Én, amikor én voltam a védőoltást beoltani, akkor is pörgött minden. Nagyon jó szervezett. Én azt gondolom, hogy felnőtt a magyar társadalom, és felnőtt az egészségügy is az ilyen krízis feladatok végrehajtásához. Nagyon szükség volna már egy jó kiadós esőre, mondja Ézsiás Antal agrármérnök, aki kiskertjében már sok mindent elveteményezett. A mák már jelzi, hogy drága lesz idén, mert nem tud fejlődni. A nagyon száraz talajban a borsó, spenót, a retek még tűri a szárazságot pár napig. Én itt elkezdtem február elején veteményezni. Itt majd megmutatjuk a mákot, amely jelzi, hogy már drága lesz az idén az új mák, mert nagyon gyalázatosan kelt, illetve nem is tud fejlődni szerencsétlen, hiszen a feltalaj már teljesen kiszáradt. Tehát az apró magvak, ezek nagyon szenvednek, és nagyon várom. Próbálok segíteni rajta, még azt, hogy egyedi módon, kis locsolóval, szó szerint, amit nem szoktam mondani, meglocsolom, lassan, vékonyan öntözöm, és a cserepesedést próbálom elkerülni azzal, hogy egy ilyen homokkal megszórom, hogy talán van esély arra, hogy áthidalom ezt az egy-két napos naszályos időt.
A többi növényem az ugye mérőbbre került, itt a hagymafélék, akkor a borsó, aztán van itt ugye lényegében spenót is, retek is, amelyik még tűri, de ő is csak napok kérdése. Az éjszakai fagyok a fákat még nem viselte meg, még most kezdenek rügyezni. A fák köszönik szépen, jól vannak. Ha visszagondolunk, hogy milyen idők voltak februárban, amikor máshol már 10 Celsius fok volt, nálunk az 5-6 Celsius fok volt, és a fák ezt komolyan vették, és nem indultak neki rügyezni újságosan, tehát lassították a életritmusukat, és szerencsére most vannak abban a stádiumban, hogy kezdenek ugye erőteljesen rügyezni, illetve bimbózni, sőt egyes fajok már virágozni. Tehát ők még jól vannak, remélem, hogy így is marad. A madáritatók mellett a mély itatók kihelyezése is fontos, hogy a gyümölcsfák megporzása közben tudjanak inni. Lényegében madáritató, de egyrészt, amik itt nagyon sokat segíthetnek és segítenek most is, a méhek, amelyek a megporzást végzik, hiszen vannak olyan gyümölcsfajok, idejön megporzók, ha nincs szél, akkor a méhek nagyon sokat segít, és részben mély itató is, azért van benne ez a gaj, hogy szerencsétlen, ha leszáll, akkor ki tudjon mászni. Hát nagyon nagy tömegben nem jönnek, de mindig van olyan bátor, amelyik a barackfáról idejön, és megpróbál vizet szerezni. A szárazságban érdemes barázdába vetni a borsót, krumplit, majd belocsolni a magokat, hogy megindulhassanak. Barázdába akar vetni valamit, esetleg burgonyát ültet, vagy borsót vet, akkor aláöntöz, hiszen az nagyon-nagyon hasznos dolog, mert ugye ahhoz, hogy csírázni induljanak ezek a hüvelyesek, ezek a borsó is, ahhoz is sok vízre van szükség. Egyébként, ha nincs elég víz, akkor megduzzad és esetleg elpusztul a talajban. Úgy is lehet, illetve amit én most ugye várok, a csapadék azért kellene, hogy a koraiak azok kikeljenek, megerősödjenek. A meleg igényesekre még mindig várni kell, hiszen majd mutatom, hogy itt van kint a virág, arzenálomnak egy része, amelyiket ezután fogok majd előkészíteni és elültetni, de arra még mindig van idő, hogy legyen csapadék és még melegebb legyen. A virághagymákat még nem mindegyiket lehet elültetni a hideg talajba. Ha nem lesz rövid időn belül eső, a tanár úr arra is felkészült, hiszen van a tartályokban gyűjtött víz, amivel meg tudja öntözni a veteményesét, de várja az áztató esőt, ami aranyat érne. Plusz Csillát a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vezetőjét arról kérdeztük, hogy ebben a rendkívüli helyzetben hogyan is zajlik most a beiratkozás. Plusz Csillával, a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vezetőjével arról beszélgettünk, hogy ebben a rendkívüli helyzetben hogyan is zajlik most az elsősök beiratása, hiszen most nem mehetnek be a, úgy tudom, a két intézménybe a szülők, hanem itt a központban. Igen, az idei tanévben rendhagyó módon zajlik az első osztályosok beiratkozása, hiszen ugye a gyermekek otthon vannak online oktatásban, és a beiratkozást is a járványügyi szabályokhoz igazodva kellett megszerveznünk. Kétféle módon iratkozhatnak be most az elsősök. Az egyik módja a Kréta e-ügyintézés felületén online jelentkezhetnek, jelentkeztethetik a gyermeket első osztályba. Ebben az esetben csak a lakcímet igazoló kártya másolatát kell feltölteni a rendszerben. A többi dokumentumot, majd mikor a gyermek szeptember 1-én fölveszi az iskolát, akkor kell bemutatni, illetve a szülőknek aláírni a szükséges dokumentumokat. A másik fajta módja jelentkezésnek, ha a szülő nem kíván, vagy nem tud élni az elektronikus jelentkezés módjával, akkor itt várjuk a székhelyi intézményünkben, az Erkel teremben, és itt személyesen megteheti a gyermekének a beiratkozását a szükséges dokumentumok kitöltésével. Melyek ezek a szükséges dokumentumok? Először is egy jelentkezési lap, amelyben kéri a gyermeke első osztályba való felvételét. Aztán nyilatkozik a felügyeleti jogról. Ugye jobb esetben minden gyermeket két szülő nevel, itt közösen gyakorolják a felügyeleti jogot, erről kell nyilatkozniuk. Amennyiben nem közösen, arról is egy nyilatkozatot kell kitölteniük a szülőknek. Itt kerül kitöltésre az, hogy a gyermekük az iskolában majd az etika vagy a hit és erkölcstan oktatást vállalják, illetve melyik egyházat választják erre.
Most kerül kitöltésre az, hogy a gyermek majd igényel ebédet, amikor elkezdődik a tanítási év, illetve nyilatkozik a szülő arról, hogy azokat a dokumentumokat, amelyeket magával kellett hoznia a beiratkozásra a gyermekéről, azokat itt mi lemásolhatjuk és betehetjük az iktatóba. Két nap van erre törvényileg adva, utána pedig mi lesz, mi történik, hiszen most a szülő arról is nyilatkozhat, hogy melyik iskolába, melyik tanítónéhez szeretne menni, vagy ez még egy külön döntés? Legkésőbb április 23-áig minden szülő egy határozatot fog kapni az intézményvezetőtől, tőlem, hogy melyik tagintézménybe került felvételre a gyermeke. Most a beiratkozáskor ők kívánhatják, tehát leírhatják, hogy a Kovács tagintézményünkbe, vagy a Kiskújdosi tagintézményünkbe kérik a gyermek felvételét, de nekünk a tagintézménybe, illetve az osztályba soroláskor figyelembe kell vennünk a jogszabályi előírásokat, biztosítanunk kell az esélyegyenlőséget mind a két tagintézmény tekintetében. Tehát előfordulhat az is, hogy ha kérte a szülő, hogy a Kiskulcsosi tagintézményben járjon a gyermeke, de ezt a jogszabály nekem nem teszi lehetővé, hogy erről hozzak határozatot, akkor valószínű, hogy a Kovács Mihály tagintézménybe fog felvételt nyerni. Természetesen minden esetben van lehetősége a szülőnek fellebbezésre, és akkor elkezdjük vizsgálni a problémát, hogy mit tudunk tenni az ügy érdekében, de az első határozat az mindenképpen a jogszabályok alkalmazásával kerül meghatározásra. Korábban már beszéltünk arról, hogy a Kovácsban és a Kiskulcsoson hány elsős tanítónő lesz, de azért még egyszer mondjuk el, és azt is, hogy körülbelül hány fős osztályokban gondolkodhatnak a szülők. A köznevelési törvény ugye 27 fős osztályokat engedélyez. A fenntartó engedélyezheti bizonyos esetekben ennek a túllépését 20%-kal, ami azt jelenti, hogy maximum 29 fős osztályok lehetnek. Jelen helyzetben mi a Kovács, illetve a Kiskulcsosi tagintézményünkben is egy-egy osztállyal terveztünk, de ha a gyermeklétszám lehetővé teszi, akkor természetesen több osztályt is, több osztály indítására is majd engedélyt fog adni a fenntartó, hiszen mi egy állami iskola vagyunk, és nekünk fogadnunk kell minden gyermeket, aki ide jelentkezik hozzánk. Bízunk benne, hogy mindenki elégedett lesz az eljárás végeztével. Annyit mindenképpen szeretnék elmondani, hogy most ugye csütörtök van délután, és a mai napon már nagyon sok szülő és gyermek keresett meg minket, már 30 fölötti a beiratkozottaknak a létszáma. Ezt biztatónak látjuk, tehát úgy látjuk, hogy egyre több gyermek szülő választja iskolánkat. Bízom benne, hogy a mai nap délutánján, illetve a következő napon egész nap még több gyermek fog hozzánk jelentkezni, és biztonsággal indíthatjuk a két első osztályt, az is lehet, hogy többet, ezt majd meglátjuk, erre még nem tudok pontosan válaszolni. A szolnoki járási ügyészség vádat emelt egy 48 éves Budapesten élő nő ellen közfeladatot ellátó személy elleni erőszak büntette miatt. A vádirat szerint a nő 2021. március 10-én délután vonattal utazott Budapestről Kisvárdára gyermeke és egy kistestű kutya kíséretében. A jegyvizsgáló figyelmeztette a nőt, hogy az ebet szabálytalanul szállítja, mert az nincs bezárva a kisállattartó boxba, illetve nincs nála az oltási igazolványa a kutyának. A nő erre trágár szidalmakat szórt a jegyellenőre, aki figyelmeztette, hogy hagyja abba ezt a viselkedést, mert különben ki fogja zárni a továbbutazásból, le fogja szállítatni a vonatról. A kalauz tovább folytatta a munkáját, már 4 kocsival arrébb ellenőrizte a jegyeket, amikor egy utas szólt neki, hogy tegyen valamit, mert a nő továbbra is botrányosan viselkedik néhány kocsival arrébb. Erre a jegyvizsgáló telefonon rendőri intézkedést kért a legközelebbi, a szolnoki vasútállomásra, és figyelmeztette is a nőt, hogy a viselkedése miatt, illetőleg az ebb szabálytalan szállítása miatt le fogja szállítatni a vonatról.
Erre a nő megfenyegette a jegyvizsgálót azzal, hogy megkéseli, elvágja a torkát, illetőleg az ismerősei telefonon oda fogja hívni a szolnoki vasútállomásra, és velük elintézteti őt. Azért, hogy a fenyegetéseinek a komolyságát bizonygassa, telefonált és felhívott egy az eljárás során be nem azonosított férfit, majd kihangosította a mobiltelefont úgy, hogy a jegyvizsgáló is hallhassa, amint az ismeretlen férfi emelt hangon megismétli a nő által már korábban a jegyvizsgálónak elmondott fenyegetéseket. Közben a vonat befutott a szolnoki vasútállomásra, és a jegyvizsgáló által odakért rendőrök intézkedés alá vonták a nőt. A szükséges intézkedés miatt csak 51 perces jelentős késéssel indulhatott tovább a vonat. A jegyvizsgáló visszaszállt a vonatra az intézkedést követően, de a történtek annyira megviselték, olyan komoly félelmet keltettek benne ezek a fenyegetések, hogy azon a napon a szolgálatát már nem tudta ellátni. A járási ügyészség vádiratában azt indítványozta, hogy a bíróság tárgyalás mellőzéses eljárás keretében végrehajtásában próba időre felfüggesztett börtönt szabjon ki a vádlottal szemben. Az ügyben első fokon a szolnoki járásbíróság fog dönteni. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcaktv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!